keresünk valami megoldást arra, hogy ezeket az ágyásokat, amit már nagyon szépen esetleg beburkoltunk, leterítettünk valami szép díszsel, beültettük növényekkel, hogyan válasszuk el a gyeptől, vagy az egyéb ágyásoktól. Erre van egy-két megoldás, amiket el is hoztam megmutatni. Az első ilyen megoldás, ami szerintem nagyon sokaknak ismerős lesz, ez a fa ágyás szegély, amely tulajdonképpen ezekből a kis fa lécekből van összedrótozva. Ezeket leásva megfelelő mélységbe egy nagyon szép, akár íves, vagy akár egyenes ágyás szegélyt lehet belőle kialakítani. Előnye az, hogy mivel elég magasra, a kívánt magasságra be tudjuk állítani, nagyon jól elválasztja a gyepet az ágyástól. Hátránya az, hogy akármilyen minőségű festést vagy kezelést adunk neki, időnként cserélni kell, így van. Tehát az élettartalma mondjuk elég változó attól függően, hogy milyen terméket vásárolunk, de meglehetősen rövid. Azért egy ilyen tóliget mondjunk. Élettartam tekintetében, ahogy mondtam, változó. Ez, amit elhoztam nektek, ez egy úgynevezett impregnált fa. Tehát ez nagy nyomással egy folyadékot impregnálnak a fa rostjai közé, ami az élettartamát meghosszabbítja. Ez akár 5-10 évig is biztosan az megmarad a kertben. Azért azért már egy kellemesen így van. Hosszú idő. Nyilvánvalóan, ha rosszabb minőségű terméket választunk, annak rövidebb lesz az idő. Milyen fából készülnek? Változó általában fenyőből, viszont vannak már akár akácból gyártott elemek is. Ezek nyilvánvalóan sokkal drágábbak, viszont az élettartalma sokkal-sokkal hosszabb. Arra akár 20 évet is biztosan rászámolhatunk. Na hát, mi a következő? Itt nézem. Kialakításában hasonló, anyagában viszont egy egészen más jellegű ágyás szegély, ez a műanyag ágyás szegély. Közben a kamerának meg is mutathatjuk, hogy ez milyen, amikor már... Így van. A kész állapot. Pontosan, tehát őt is egészen egyszerűen le kell ásni a talajba, a kívánt magasságig, és mivel ő műanyag, az élettartama szintén egy elég hosszú, és nagyon jól alakítható, eléggé flexibilis, úgyhogy akár ilyen kis szép íves ágyásokat is kialakíthatunk belőle. Visszatérve, ha már beszéltünk ezekről az ágyásokról, a lerakásának több megoldása létezik. Ha amennyiben egyenest szeretnénk rakni, azt a trükköt érdemes folytatni, hogy ezeket a tekercseket kitekerjük, és valami lécre előre felrögzítjük. Így sokkal egyszerűbb lesz leásni. A másik megoldás pedig, ha pedig íveket szeretnénk rakni, előre ássuk meg a kívánt ívet, és utána szépen belehelyezve folyamatosan le tudjuk rakni ezt a szegélyt. Nem érdemes kalapáccsal leütni, általában ez a rosszabbik nézet, hogy csak egy kicsit az ásóval megszúrjuk a földet, és elkezdjük kalapáccsal leütni. Sokkal macerásabb, sokkal nehezebb megoldás, mintha előbb megásnánk az árkot, és szépen beássuk. Amikor már leástuk, mellé raktuk a földet, akkor pedig a magasságát szépen, akár egy lécet a tetejére rakva szépen be tudjuk állítani, hogy pontos legyen. És itt még kimaradt ez a két kő. Így van. Őket azért hoztam el, mert az egyik legelterjedtebb, szerintem a jelenleg legdivatosabb és legelterjedtebb ágyás szegély. Egészen egyszerűen ez egy térburkoló kő, amit egymásra mellé rakva, szépen leásva, nagyon tartós és nagyon dekoratív ágyás szegélyt tudunk kialakítani. Ennek van egy nagyon nagy előnye, ha megfelelő magasságra rakjuk, akkor erre akár a fűnyírót rá is tolhatjuk, a fűnyíró kerekét, így nem kell majd szegélynyírót alkalmazni, mint például a fa szegély esetében, ami ugye magasabb, mint a gyep, ezért külön szegélynyíróval ott le kell nyírni a füvet, hiszen a fűnyíró nem tud oda, a fűnyíró pengéje nem ér el oda. Úgyhogy ebből a szempontból egy nagyon jó megoldás, személy szerint egyébként a kedvencem. Ezt használod legszívesebben. Így van. Lerakásánál szintén arra kell odafigyelni, hogy érdemes előre szintén kijelölni és megásni az íveket az ágyásban, és érdemes egy szintezővel beállítani a magasságot, esetleg madzaggal kijelölni a kívánt helyet.
és akkor nagyon szépen le kell rakni. Egyszer kell szépen leásni, és utána tulajdonképpen évtizedekig akár díszítheti a kertünket. Gyakorlatilag így a szegélyeknek ez a három dolog az, ami a legpraktikusabb, vagy a lehetőségek tárháza végtelen. Így van, ahogy mondta, tulajdonképpen kimeríthetetlen. Bármilyen kő, bármilyen ilyen faanyag, amivel el tudjuk választani a gyepet az ágyásunktól működőképes, tulajdonképpen a fantáziánk szabhat csak határt. Ez a három típus, vagy három alaptípus az, ami a legkönnyebben elérhető, a legelterjedtebb, és talán a legegyszerűbben telepíthető. De én azt szoktam ajánlani a kerttulajdonosoknak, hogy gondolják át, adjanak nyugodtan teret a fantáziáiknak, találják ki. De mi az, ami még mondjuk úgy szóba jöhet? Nagyon sok helyen használnak különböző faanyagokat, deszkákat szintén leásva. Nagyon sok helyen láttam már, ami nagyon divatos volt egy időszakban, vasúti talpfából ágyás szegélyeket, vagy pedig egész támfalakat kialakítani. De mondom, rengeteg lehetőség. Akár fémet is használhatunk, különböző, láttam már réz elemeket, használt, bontott réz dolgokból, és rengeteg gyönyörű szép dolgot ki lehet hozni, de ez lehet bármilyen kő, bármilyen építési anyag, ami a formájából adódóan megfelelő, bármit fel lehet ebből a szempontból használni. Na hát térjünk rá itt a növényekre, hiszen ma is számos növényt hoztál nekünk. Hol kezdjük? Melyiknél? Alapvetően ma örökzöldeket, azokon belül is a tűlevelű örökzöldek néhány példányát hoztam el, hiszen ha azt szeretnénk, hogy a kertünkben valami télen is díszítsen, akkor érdemes örökzöldeket választani. Plusz az örökzöldeknek vannak olyan erőteljesen növekedő típusai, amiket ugye sövénynek szoktunk használni. Ezeknek nem csak az a lényege, hogy télen is díszítenek, hanem télen is takarnak. Ezek hogy mennyi idő alatt nőnek meg? Nekik is rengeteg fajtájuk van. Lesz majd szó külön a sövénynek használt örökzöldekről. Általában ugye nyilvánvalóan a leggyorsabban, nagyon gyorsan növő növényeket szokták erre a célra használni. Ennek az egyik legelterjedtebb típus a lejlandi hamis ciprus, amely akár 3-4 év alatt egy összefüggő ember magasságú sövényt is ki lehet alakítani, de ne szaladjunk ennyire előre. Egyébként mikor érdemes elültetni őket? Valamilyen időszak, amikor? Hát alapvetően a két szezon kertépítés szempontjából a tavasz és az ősz, ebből elsősorban a tavasz szokott lenni az erősebb, de konténeres növényeket, konténeres örökzöldeket tulajdonképpen egészen tavasztól őszig folyamatosan lehet telepíteni. Itt nagyon fontos, hogy az öntözése nyilvánvalóan egy melegebb, szárazabb nyári időszakban sokkal jobban oda kell figyelni. Az erőtetésnél kell valamire figyelni? Így van, az örökzöldek talajigénye alapvetően a savanyú talajok felé tolódik. Érdemes mindenképpen egy kis tőzeget, egy kis savanyító tőzeget az ültetőföldjéhez hozzákeverni. És ha már ugye ültetünk, érdemes az ültetőföldet egy kis tápanyaggal is feldúsítani. Erre használhatunk szarvasmarhatrágyát, de használhatunk különböző műtrágyákat is, amikről már volt szó. Én mindig ezt szoktam ajánlani a vevőinknek, ha már egyszer ültetünk, ha már egyszer a növényünk egy új helyre bekerül, legyen az örökzöld, vagy bármilyen lompulatú növény, mindig azt a célt kell kitűzni szem előtt, hogy a növényünk új gyökere, hogy elkezd begyökeresedni, laza szerkezetű tápdús és megfelelően öntözött talajba tudjon fejlődni. Úgyhogy hát az örökzöldeknél is ezt érdemes figyelemmel tartani. Mindenképpen ajánlatos egy kis tőzeget hozzákeverni a talajhoz. Ültetéskor nagyon öntözzük be, főleg most már azért nagy melegek vannak. Általában az ültetőgödröt, mielőtt elkezdjük az ültetést, érdemes teleengedni vízzel, megvárni, amíg ez elszivárog, hiszen így a környező talajban is már lesz egy kis víztartalék. Beültetjük a növényt, és utána még egyszer megöntözzük. Így biztosítjuk azt, hogy ha esetleg a következő egy hétben elfelejtjük, vagy nem tudjuk megöntözni a növényt, akkor sem lesz semmi baj, a talajban marad annyi nedvesség tartalék, hogy hát akkor kezdjünk neki. De hogy honnét, azt már inkább te mondjad. Igen, mert rengeteg típust hoztam. Ugye a tűlevelű örökzöldeknek is vannak nagyra növő fajtái, törpe fajtái,
olyan tűlevelű örökzöldek, amik elsősorban árnyékot kedvelnek, vannak, amik inkább napra ültetendők. És szerintem így elkezdem a sort itt a legközelebbi növényekkel. Hát szerintem ő ismerős lesz, ő ugye egy tuja, abból pedig egy úgynevezett aranytuja. Gyönyörű szép sárgás színűek a friss hajtásai. Ezzel akár egy kis szint is tudunk vinni a kertünkbe. Ő egyébként egy nagyra növő tuja, csak egy kis példányt hoztam el belőle. Viszonylag gyors növekedés, úgyhogy akár kisebb méretű egyedeket is választhatunk. Ez így mit jelent? Gyors növekedés? Általában egy ilyen 20-30 centit is nőhet évente. Úgyhogy ha csak nem sövénynek szeretnénk kialakítani, és azt szeretnénk, hogy minél előbb takarjon, nyugodtan választhatunk kisebb darabokat is. Ami viszont nagyon fontos az ilyen kisméretű növényeknél, ne tévesszen meg minket, őt például ne ültessük be egy sziklakertbe, hiszen későbbiekben elég komoly problémák fognak adódni vele kapcsolatban. Ha már a tujákról beszéltünk, akkor megmutatom őt is. Tulajdonképp ő is egy tuja, ő a Teddy tuja, ő viszont egy törpe növekedésű fajta, ő mehet nyugodtan egy sziklakertbe is. Általában vagy sziklakertekbe, vagy pedig kis előkertekbe szokták telepíteni. Napos helyre ültessük, nagyon jól kitelel, a színe egyébként télen egy nagyon szép kis ilyen bordós színűre változik. Ezt tudnunk kell egyébként a tűlevelő örökzöldekről, hogy mindegyik felvesz egy úgymond téli szint, egy kicsit elfakulnak a színeik, és a termesztők hál' Istennek ezt a problémát, vagy ezt a tulajdonságot is kihasználták, például ennél a tujánál is, hiszen az ő színe télen egy ilyen kicsit bordósabb szint vesz föl, ezáltal érdekes szint hoz majd a kertünkbe. Akkor ugrunk egy kicsit a fenyőfélékre. Ő egy törpefenyő, általában egy gömbkoronára növő törpefenyő. Őt általában szintén ilyen középmagas növényként ültetik be örökzöldes ágyásokba. Idővel megnő akár 3 méteresre is, de nagyon lassú növekedésű, általában egy ilyen 3-5 centit nő évente. Rengeteg fajtája létezik, érdekessége az a fajta, az úgynevezett wintergold fajta, aminek a téli színe sárga színű lesz. Nagyon szép aranysárgára színeződik a téli időszakban, viszont ilyenkor gyönyörű szép zöld. Úgyhogy nála is ki lehet használni ezt a kis színváltozatosságot. Így van, akár színváltósnak is nevezhetjük. Ő egy törpejegenyefenyő. Ő egy érdekesség vagy ritkaságnak számít, nagyon szép bonszájos formájúra nő, nagyon lassú növekedésű, és inkább egy ilyen oldalra növő habitusa van. Ezáltal nagyon jól alkalmazhatjuk olyan sziklakertekbe, olyan ágyásokba, ahol egy-egy nagyon szép bonszájos növény szükségeltetik. Ajánlani szoktam sziklakertekbe, különböző kis ágyásokba. És akkor ott... Na, őt még megmutatom. Ez úgynevezett ernyőfenyő. Az ő érdekessége az, hogy elsősorban árnyékos helyre érdemes ültetni. Nagyon szép, puha tűlevelei vannak. Viszonylag gyors növekedésű növény, megnőhet akár 2 méteresre is. Nála nagyon fontos az előbb említett savanyú talaj, és semmiképpen ne ültessük tűző napra. Még azért, bár az időnk mindjárt lejár, de még egyet választ ki nekünk. Hát akkor egy új, akkor őt mutatnám meg. Róluk még nem beszéltem, ők talajtakaró örökzöldek, pontosabban ő egy talajtakaró boróka, egy terülő boróka. Belülük is ez a nagyon szép kék színű, rengeteg fajtája létezik különböző színekben, sárga, zöld és ilyen szürkés kék színekben. Ez a Blue Star fajta egy nagyon lassan növő fajta, őt nyugodtan ültethetjük akár sziklakertekbe is, vagy pedig különböző balkonládákba. Nagyon strapabíró növény, nagyon kevés öntözéssel el van, és érdemes nagyon szép napos helyre ültetni, akkor jól érzi magát. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy itt lettem.